Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmink Dész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Már igényelhető a téli támogatás, szociális tűzifára költhető a 120 ezer forintos segítség. Történelem érettségi, a harmadik napon már rutinosak voltak a diákok. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendezvénye Paksra várták a helyi termék előállítókat. Az egészséges és hosszú élet titka szívsebész professzor tartott előadást Dombóváron. Már most igényelhető a téli tüzelőre fordítható támogatás Szekszárdon. Erre május végéig van lehetőségük az érintetteknek. A város vezetői azt kérik, akinek szüksége van rá, éljen a lehetőséggel. Így néz ki az a dokumentum, amit kitöltve szociális tűzifára fordítható támogatást igényelhetnek a rászorulók Szekszárdon. A papír átvételére és leadására eddig szeptemberig volt lehetőségük. Idén viszont, hogy mindenki időben beszerezhesse a szükséges mennyiséget, már most kiírták a pályázatot. Az idei évtől változott a szociális tűzifa igénylési kérelmek leadási határideje. Idéntől május 1 és 31 között kell leadni a kérelmeket. Ezt a Vörös Marti utca helyett most a Bezerédi utca 2-ben fogadják a kollégák, segítenek a nyomtatvány kitöltésében is, tehát május 31-ig várják szeretettel a kérelmezőket. A rászorultságot az egyfőre jutó havi bevétel alapján állapítják meg a polgármesteri hivatal munkatársai. Ez szerint jogosult lehet az az egyedülálló személy, aki 71.200 forintnál kevesebbhez jut hozzá minden hónapban. A családosok közül azok, akiknél a fejenkénti forrás nem haladja meg az 57.000 forintot, egyedülálló nyugdíjas esetén pedig a 85.500 forintot. Körülbelül 170 családot érint. Reméljük, hogy ez a 170 kérelembe is érkezik május 31-i határidővel. Igényelni tehát a hónap végéig lehet a pénzbeli juttatást, aminek az összege egyszeri 120 ezer forint lehet háztartásonként. Magyarországon 300 ezerre tehető a munkaerő tartalék létszáma. Először velük kell feltölteni a hiányt, csak ezt követően lehet magyar ajkú munkaerőt, majd harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatni szabályozott keretek között. Hangsúlyozta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára egy konferencián szerdán. Zomba Sándor emlékeztetett arra, hogy míg 2010-ben a foglalkoztatottság a 20-tól 64 éves korosztályban 60%-os volt, ezzel nem érte el az uniós átlagot, ma már meghaladja azt a 80% fölötti mutatóval. Ugyanez jellemző a munkanélküliség alakulására. Ma Magyarország a 7 legjobban teljesítő ország között van, Németország és a Skandináv Országok Társaságában, hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett nagy beruházások megvalósulásával újra erősödik a munkaerőhiány. Ennek kezelése szerinte legalább akkora kihívás lesz, mint 10 év alatt az 1 millió munkahely teremtése. Ingyenes egészségügyi szűrőnapot rendez Szekszárdon a helyi újvárosi római katolikus társaskör. Pénteken reggel 8 órától délután 2-ig várják az érdeklődőket a Rákóczi utcai Szent István házba. A programok között mások mellett látás és hallás vizsgálat, vérnyomás és vércukorszint mérés is szerepel. De szakértő orvosok előadásait is meghallgathatják a jelenlévők. Az eseményen a szervezők mindenkit szívesen látnak, aki érdeklődik a témák iránt. Szerdán az idei érettségi vizsgaidőszak harmadik napján már mondhatni rutinosak voltak a diákok. Történelemből a keresztény vallástól egészen a magyarországi előregedő társadalomig kellett eljutniuk középszinten a fiataloknak. Ezen kívül előkerült a feladványok között az első ipari forradalom, a Szovjetunió és Hunyadi Mátyás is. Izgatottan várakoztak a tanulók az osztálytermek előtt, hogy végre elfoglalják a helyüket. A szekszárdi Garai János gimnáziumban idén közel 115 diák tesz érettségi vizsgát. Szerdán történelemből bizonyítottak a fiatalok. Volt, aki azt mondta, hogy könnyedén megoldotta a magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát is, így számára a töri sem lesz nehéz. 12 évig készültünk rá, szóval feleslegesen izgulni, én így járok azzal. A diákoknak idén a keresztény vallástól egészen a magyarországi előregedő társadalomig kellett
eljutniuk középszinten az első rövid feladatokból álló részben. Ezen kívül előkerült a feladványok között az első ipari forradalom, a Szovjetunió és Hunyadi Mátyás is. Emellett még két esszét kellett megírniuk. Kicsit izgulok, de úgy őszintén várom is, hogy már túl legyek rajta. Mi az, aminek nem örülnél? Mátyás király. Ne, az nem. A harmadik napon már mondhatni rutinosak voltak a diákok, ezt megelőzően sokkal nagyobb volt az izgalom a végzősök körében, ennek ellenére felkészülten álltak a próbatétel elé. Izgulós, a matektól nagyon féltem, kicsit el is rontottam, de úgy vagyok vele, hogy még mindig egy jó eredményem lesz, így a nem hivatalos megoldásokat nézegetve, a magyar jól sikerült. A tör, hogy állsz a törivel, mennyire állsz? Én nagyon szeretem a terít, meg a tanárunk is nagyon jó volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy fel vagyok készülve. A hét második felében angol, illetve német nyelvből kell bizonyítaniuk a diákoknak, az írásbeliknek május 26-án lesz vége, a vizsgai időszak pedig a középszintű szóbelikkel zárul június 19-e és 30-a között. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján szerdán. Mint írták, a 18. héten sem történt jelentős változás az előfordulás gyakoriságában. Hozzátették, tendenciát tekintve a vizsgált városok nagy többsége stagnálást mutat, enyhe csökkenés egyedül Szolnokon tapasztalható. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 4 vizsgált településen, Kecskeméten, Miskolcon, Szombathelyen és Győrben a mérsékelt, míg 18 mintavételi helyen, köztük Szekszárdon is az emelkedett tartományba esik. Lebukott egy mohácsi nő Szekszárdon, aki közel 140 ezer forint értékben kísérelt meg ruhákat ellopni egy üzletből, tájékoztatotta a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mint kiderült, a fiatal asszony sok terméket vitt be magával a próbafülkébe, majd hallhatóan elkezdte azokból a címkéket kitépkedni. Mikor felszólították a fülke elhagyására, a nagy meleg ellenére egy pufi téli kabátba lépett ki. Kérték a dolgozók, hogy a Jackie cipzárját húzza le, de ennek csak vonakodva tett eleget. A kabát alatt több réteg ruhát viselt, és a nadrágjába is voltak ruhák betömködve. Ezután visszalépett a fülkébe, megszabadult az idegen holmiktól, majd kezében tartott nadrágokkal indult a pénztár felé. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Pakson tartott közös rendezvényén a 2022-ben kiadott helyi termék kézikönyv témaköreire összpontosítottak. A programmal többek között a helyi termékek szerepére kívánták ráirányítani a figyelmet a szervezők. Vannak nagyon fontos adatok, amiket rögzíteni kell, ilyen, hogy milyen takarmányra letettük az állatot. A kistermelők által vezetendő nyilvántartás tartalmi elemeit sorolta fel az előadó azon a szakmai előadáson, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös rendezvénye volt. Pakson gyűltek össze a térség helyi termelői. A NAK fontos stratégiai feladatnak tekinti a helyi termékek népszerűsítését, mondta vendég Edit, a szervezet Tolna vármegyei elnöke. Ez egy országos rendezvénysorozat, 4 helyszínből áll, Budapest, Pannonhalma, Paks és Hajdú megyébe végződik majd a rendezvénysorozat. Nagyon örülünk neki, hogy Tolna megyét választották az egyik rendezvényhelyszínnek. Mivel ez egy regionális rendezvény volt, így a résztvevők a dél-dunántúli régióból, valamint Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek a Pakson megrendezett helyi termék elnevezésű rendezvényre. Az előadásokat a témában kompetens személyek tartották a szép számmal megjelent termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alkotott egy kézikönyvet helyi termelőknek, és a kézikönyvnek a fejezetein próbálunk végigmenni ezeken az alkalmakon. Bővebben aktuális információkkal rendelkező előadókat hívtunk, és lehetőségük van a jelenlévőknek kérdéseket feltenni az előadók számára. A 4 helyszínből álló rendezvénysorozat utolsó állomása május 11-én Hajdúböszörményben lesz, ott a helyi termékekről szerzett tapasztalatok összegzése kap hangsúlyt. A későbbiekben pedig írásos tájékoztató is segíti mindazon termelőket, akik nem tudtak részt venni egyik eseményen sem. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 24%-kal haladták meg az egy évvel korábbit idehaza. A háztartási energia és az élelmiszerek díja emelkedett a leginkább.
jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,7%-kal nőttek. Tavaly áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek 37,9%-kal drágultak, ezen belül leginkább a tejtermékeké, a vaj és a vajkrémé és a kenyéré nőtt legnagyobb mértékben, nagyjából 60%-kal. Az egészséges és hosszú élet titkáról tartott előadás Dombóváron dr. Papp Lajos. A Széchenyi díjas szívsebész szerint ehhez három pillérre van szükségünk. Test, lélek, szellem. Ezek fontosságáról beszélt a szakember a Dombóvári Művelődési Házban. Magyarország összes egyetemiről kitiltottak. Dr. Papp Lajos mesélte élettörténetét, aki, mint mondta, kitiltották az egyetemekről, mára mégis Széchenyi díjjal elismert szívsebész. A professzor előadása a test, lélek, szellem harmóniájának megőrzéséről szólt, azaz a hosszú élet titkát osztotta meg a közönséggel. A szakember hangsúlyozta, ezt a három pillért a betegségek bontják meg. Szoktam volt mondani, hogy nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, de mind a három láb szükséges. Három láb, test, lélek, szellem biztosan tartja a széket. Egy láb, ha eltörik, fölbillen a szék. Ha két láb törik, akkor óriási esés a következménye. Tehát ma én jöttem azért, hogy elmondjam, hogy higgyenek a csodákba, ami bennük van, önmagukban van. 22 ezer vegyszerrel mérgezzük magunkat a nagyáruházak polcairól vásárolt élelemmel, tette hozzá Papp Lajos. Kiemelte, annak idején Hippokratész határozta meg a hosszú élet titkát. Van megoldás, csak az munkás. Tehát az emberek leszoktak arról, hogy dolgozzanak otthon. Leülnek a televízió elé és butítják magukat. A televízió passzív tudást feltételez, a gyerekeket tönkretesszük, de önmagunkat is mozogni, mozogni, mozogni. 60 év alatt el fog hangzani 2 óra minimum gyaloglás, 70 éveseknek 3, 80 éveseknek 4, mert minél hosszabb időt kapunk a Jóistentől, annál fontosabb karba tartani. Tehát tiszta étel, tiszta víz, tiszta levegő, tiszta lelkiismeret, sok mozgás. Előadásában tehát a test, a lélek és a szellem harmóniájában a legfontosabb dolgokra hívta fel a figyelmet a szívsebész. Az egészséges és hosszú élethez szükséges intelmek mellett a közönség megismerkedhetett a professzor életútjával is, hogy hogyan is kezdődött a mára már díjazott szívsebész karrierje. Regionális híreink következnek. Digitális oktatási játékos feladatok workshop pedagógus konferenciát rendezett a Pécsi Mátyás Corvinus Kollégium. Kerékpárral közlekedni egészséges és környezetbarát, erre hívták fel a figyelmet a Bringás reggelin Kaposváron. Önkéntes munka külföldön tájékoztató napot tartott a Europe Direct Pécsen. Harmadszor rendezett pedagógus konferenciát a Mátyás Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja. Ez alkalommal a digitális oktatás és a kreatív játékos ötletek feladatok kerültek a középpontba. A két előadó Bartusz Dobosi László, az MCC vezető oktatója, és Fegyverneki Gergő, digitális pedagógia szakértő voltak. A közoktatásban nagyon be vannak szorítva a pedagógusok az időkeretek közé. Mi férhet bele egy 45 perces órába a nemzeti alaptanterv által szabott korlátokba? Erre kereste az alternatív főként digitális technika által adott válaszokat az egyik előadás. Az összeállítás a középiskolás korosztálynak készült. Ugye a klasszikus digitális alkalmazások, amit majdnem mindenki használ, ez a Redmenta, a Quizzes, a Kahoot, ezek jók, sok lehetőséggel rendelkeznek, de nagyon sok egyéb is van. Mondjuk most fogok mutatni egy kis videót, aminek az olyan alkalmazáson keresztül működik, amit Byteable-nak hívnak, és ez gyakorlatilag nagyon ügyesen, gyorsan, humorosan össze lehet vele állítani felhívásokat, különféle kis bemutatókat, pár perces kis videókat lehet
órát összedobni mondjuk egy fél óra alatt. Ez például helyettesíti az egyszerű plakátokat és egy másfajta formában közli gondolatainkat. Ezen kívül rengeteg nyelvtanulás segítő alkalmazás létezik, amelyek a gyerekek nyelvén szólnak. Például videóklipek formájában, melyeket szét lehet vágni és be lehet illeszteni feladatokba, tette hozzá a vezető oktató. Az első pedagógus konferenciát 2022. májusában rendezte meg a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja. Ez azóta már a harmadik alkalom. Ennek az az oka, hogy szoros kapcsolatban vagyunk a közoktatási és a felsőoktatási intézményekkel. Mivel kiegészítő képzéseket nyújtunk, ezért a diákjaink eredendően onnan érkeznek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy időről időre legyen olyan platformjaink, felületeink, amikor össze tudunk jönni, és együtt tudunk gondolkodni itt a helyi pedagógusokkal és oktatásszervezőkkel. A pedagógus konferencián rengeteg játékos ötletet, tanórákon hasznosítható feladatot láthattak a tanárok, melyek lehetőséget adnak a digitális oktatás megkönnyítésére. Három kaposvári helyszínen is reggeli várta azokat, akik két keréken mentek a munkahelyükre vagy iskolába. Az évek óta népszerű program célja, hogy felhívja a figyelmet erre az egészséges és környezetbarát közlekedési módra. És idén arra is, hogy hamarosan elstartol az új városi közbringa rendszer. Gyere egy reggelire hozzám! Nem szennyezik a város, a két kereken dörgölőket meghívjuk egy reggelire. A két keréken közlekedőket meghívták egy reggelire, kefirt szendvicset és üdítőt is kaptak, a gyerekek közül is sokan tekertek. Akkor szoktunk iskolába jönni, bicajjal, amikor jó idő szokott lenni. És egyébként szoktatok még biciklizni, vagy tekerni? Merre szoktatok menni? Mesélj erről egy kicsit. A deset át körbe szoktuk tekerni. Vannak, akik az év minden napján kerékpárral járnak munkába. Én minden nap biciklivel járok dolgozni, innen a Cseri dombtetőről. Aztán járok biciklizgetni Bösszénfára, bicikliúton, desadai köröket, szeretek biciklizni. A kaposvári belvárosban Londonból érkező turistákkal is találkoztunk. And we're gonna cycle all the way to Greece. Londonból jöttünk, és Ausztrián át Görögország felé tartunk, naponta 200 kilométert tekerünk. Nagyon szerencsések vagyunk az idővel és az emberekkel, hiszen itt mindenki kedves. Szeretünk tekerni, mert zöld és ingyen van, mondta el kérdésünkre ez az angol férfi. A programmal hagyományosan erre az egészséges és környezetbarát közlekedési módra hívják fel a figyelmet. Városunkban már most is minden feltétel adott a biztonságos kerékpáros közlekedéshez, ám a lehetőségek folyamatosan bővülnek. Néhány hét múlva üzembe helyezzük a közbiciklit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon népszerű lesz. Évek óta nagy kerékpáros események kerülnek a Kaposváron megrendezésre, és ezek nagyon népszerűek. Ezek az események után, versenyek után nagyon sokan kerékpárra pattantak. Tavaly az év kerékpárútja a desadai lett, azon is egyre többen tekernek, pénteken pedig a Tour de Hongrie harmadik szakasza is elrajtol Kaposvárról. Az önkéntesség menő, ezzel a címmel rendeztek információs napot Pécsen. A szervező Europe Direct az Európa nap alkalmából várta a fiatalokat, akik megismerkedhettek az Európai Szolidaritási Testület programmal. Ennek keretében önkéntes munkát végezhetnek az Unió tagállamaiban, illetve más Európán kívüli országban is. Május 9-e az Európa nap. Az Unió tagállamainak ünnepe alkalmából rendeztek információs napot Pécsen. A tematikus interaktív programon Baranya és Tolna vármegyei szervezetek vettek részt, akik mind tagjai egy-egy nemzetközi önkéntes munkát végző egyesületnek. A rendezvény középpontjában ugyanis az önkéntesség állt. Az Európai Szolidaritási Testület program keretében 18 és 30 év közötti fiatalok 6, illetve 12 hónapot tölthetnek külföldön. A program finanszírozza az odautazást, a visszautazást, finanszírozza a lakhatást, az étkezést, van biztosítása a fiataloknak ez alatt az idő alatt, illetve az adott ország nyelvét is kötelező ott tanulniuk, ugyanúgy, ahogy az itt Magyarországon lévő külföldi önkéntesek is magyar nyelven tanulnak, és egy ilyen 6 hónapos vagy 12 hónapos tartózkodás során elég jól meg tudnak már tanulni magyarul. A programon résztvevő szervezetek segítenek a fiataloknak nem csak az adminisztratív teendők,
hanem a lelki megpróbáltatások kezelésében is, a kiutazás előtt és azután is. Érdemes átgondolniuk a fiataloknak, hogy melyik országba szeretnének menni, mennyi időt szeretnének ott tölteni, és milyen szakterületen dolgoznának legszívesebben. Kinttartózkodásuk alatt ugyanis heti 30-38 órában végezhetnek önkéntes munkát egy szervezetnél. Ez lehet fogyatékossággal élők, fiatalok, nyelvtanulás, nyelvoktatás, aktív időskor, európai polgárság, környezetvédelem, fenntarthatóság, vállalkozási ismeretek, vidék és városfejlesztés, nagyon hosszú a sor. A rendezvényen egy olyan előadást is meghallgathattak az érdeklődők, melynek témája az önkéntesség és a közösségépítés kapcsolata a Z-generáció környezetében. Az érintett korosztály ugyanis épp ebbe a csoportba tartozik. Gold Ádám prezentációjában kiemelte, hogy a kutatások szerint a média generáció visszahúzódik a társas kapcsolatokból, majd megoldásokat is hallhatott a közönség arra vonatkozóan, hogyan lehet ebből kilépni. Ez egyik legalapvetőbb feladat, amivel akár már a szülőknek is szembesülniük kell, majd a tizenéveseknek, saját maguknak is kezelniük kell ezt a problémát, hogy lekorlátozzák a média használatukat, hogy behatárolják azt az időtartamot, amit a különböző képernyők előtt töltenek. Ez szerintem az első lépés. A második lépés pedig az, hogy tudatosan keressük azokat az emberi kapcsolódási pontokat, azokat a valós térben és időben létrejövő találkozásokat, ahol be tudjuk gyakorolni azt, hogy milyen társaságban mozogni, milyen az barátságokat létrehozni, milyen az másoknak segíteni. A szakmai előadások mellett az aulában egy információs fórum standon mutatták be tevékenységüket és válaszoltak a felmerülő kérdésekre a Baranya és Tolnavár megyében működő küldő és fogadó szervezetek. Végül mutatjuk újra röviden Tolnavár megye legfontosabb híreit. Már igényelhető a téli támogatás, szociális tűzifára költhető a 120 000 forintos segítség. Történelem érettségi, a harmadik napon már rutinosak voltak a diákok. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendezvénye Paksra várták a helyi termék előállítókat. Az egészséges és hosszú élet titka szívsebész professzor tartott előadást Dombóváron. Csütörtökön délnyugat felől eléri hazánkat egy mediterrán ciklon, hatására délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, vastagszik a felhőzet, de az ország döntő részén délelőtt még számítani lehet szűrt napsütésre. Délelőtt még csak délnyugaton, majd délután már egyre több felé másutt is fokozatosan elered az eső. Északkeleten marad csak egész nap napsütéses jellegű csapadékmentes az idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!